Megjelentek a pályázatok. Közzé tette a miniszterelnökség a következő agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás kiírását. A keretösszeg 158 milliárd forint. Fejlesztések megyeszerte. 8 az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott szennyvízelvezetési és tisztítási program fejeződött be a Nyírségvíz ZRT szolgáltatási területén. Ingyenesen elérhető, mintegy 6500 intézményt és 15000 szolgáltatást összegez az az adatbázis, amely kifejezetten a fogyatékos emberek számára segítséget nyújtó szervezeteket listázza. Közzétette a miniszterelnökség a következő agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás kiírását. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A forrásokra november 7-e és december 7-e között kizárólag elektronikusan pályázhatnak azok a mezőgazdasági vállalkozók, akik a környezettudatos gazdálkodást helyezik előtérbe. A 158 milliárd forintos keretösszeg várhatóan 11000 pályázót támogat majd. Az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás gyümölcsösökre hektáronként 300 ezer forintot, szántó esetében 80-90 ezer forintot, míg gyepre 50 ezer forint plusz forrást jelenthet a gazdálkodóknak. Az agrárkörnyezetgazdálkodási program keretében fontos cél a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása. Kiemelten kívánja továbbá támogatni a biológiai sokféleség megőrzését, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával. Tegnapi nappal igen kihirdetésre került az AKG, amit már nagyon régóta vártunk, ez egy 5 éves célprogram. Beadási határidejéről annyit lehet tudni, hogy november 7-től december 7-ig lehet erre pályázni. Két nagyon fontos dolog van, amire ezzel kapcsolatban felhívnám a figyelmet. Egy, azok a területek, amelyeket a gazdálkodók beszeretnének vinni az AKG-s célprogramokba, legyen a szántó, gyep, gyümölcsös, nádas, ezeknek a földhasználatát rendezniük kell eddig az időpontig, illetve, mivel ez a célprogram 5 éves célprogram, 2020. december 31-ig bizonyíthatóan a használatukban is kell, hogy legyen. A szántóföldi földhasználati kategória esetén a támogatás intenzitása 300 hektár nagyságú földterületig 100%, 300 és 1200 hektár között 85%, 1200 hektárt meghaladó terület esetében 50%. Ezekkel szemben a gyep, a nád és az ültetvény földhasználati kategóriák esetén a támogatás intenzitása minden esetben 100%. A kiírásban újdonságként szerepel, hogy a gazdálkodóknak a pályázat mellékleteként csatolniuk kell a támogatásban résztvevő földterületek 3 méteres pontosságú GPS koordinátáit, és meg kell határozniuk, hogy mely célprogramokban milyen feltételeknek kívánnak megfelelni a következő években. A gazdálkodóknak van egy úgy szántó, gyep, gyümölcsös és nádas célprogramok esetében is van egy alapfeltételrendszer, amennyiben pályáznak ezeket teljesíteniük kell minden esetben, illetve plusz támogatásokért választható kategóriákat is beválaszthatnak ezekbe a célprogramokba, amiket aztán 5 évig teljesítenek. Ezek közé tartoznak gazdálkodási naplóvezetés, tápanyaggazdálkodási terv készítése. Nagyban nem változott az előző 5 év kiírásaihoz képest, viszont mindenképpen a környezettudatos gazdálkodást helyezik itt is előtérbe, és erre vonatkozóan kaphat a gazdálkodó a földalapú támogatás mellé kiegészítő támogatásokat. A meghirdetéskor rendelkezésre álló keretösszeg a 7 évre vonatkozóan 158 milliárd forint, amelyből megközelítőleg 11000 pályázót támogatnak majd. 8 az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott szennyvízelvezetési és tisztítási program fejeződött be a Nyírségvíz ZRT szolgáltatási területén Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A több mint 35 milliárd forint összértékű fejlesztéssel több mint 66 ezer lakos életminősége javult az érintett településeken. A beruházás eredményeként évente több mint 2 millió köbméter szennyvízzel kevesebb kerül a talajba. Az összegyűjtött szennyvizek korszerűsített vagy teljesen újonnan épült telepekre érkeznek, ahol a legmodernebb, automatizált technológiával tisztítják meg a szennyvizet, mondta el Szabó Istvánné, a Nyírségvíz ZRT vezérigazgatója. Ezek a beruházások a
Európai Unió támogatásával és a magyar kormány támogatásával valósultak meg, a megvalósítók pedig az önkormányzatok voltak, ők pályázhattak. Szennyvízberuházásokról beszélhetünk, a 26 települést érintett, és ebből 16 olyan van, ahol eddig még nem is volt csatorna, hanem most épült ki. Ez rendkívül fontos és jelentős a környezetvédelem szempontjából, hiszen a szennyvizet nem szabad elszikasztani, mert az előbb-utóbb eléri a ivóvíz réteget, és akkor elszennyeződhetne az ivóvízünk, amit nyilván nem szeretnénk. Összértéket már említettem, 35 milliárd forint 8 projektben valósult ez meg, és 24 ezer bekötési lehetőség van. Hát nyilván ahhoz idő kell, még ezt mind igénybe is veszik a felhasználók. A megyét érintő fejlesztések egy része áthúzódott az úgynevezett KEHOB-ba, a 2020-ig tartó Európai Uniós fejlesztési időszakra. Jelenleg Tiszadada, Kálósemjén, Balkány és Gávavencselő, valamint a kimaradt nyíregyházi területek szennyvízkorszerűsítését és bővítését érintő beruházások előkészületei zajlanak. Országosan is nagyon komolyan érintették, a legtöbb szennyvízberuházás a mi megyénkben zajlott. Azon belül a legnagyobb a nyíregyházi volt, amit most fejeztünk be, ez egy 13,7 milliárdos beruházás, ami a város infrastruktúrális fejlesztése szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírt. Hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza, de minden jó, ha vége jó. Azt mondhatom, egy sikeres projektet zártunk le. Nagyon összetett volt, hiszen szennyvíztisztítótelep, komposztálótelep, 109 új átemelő, 190 kilométer új vezeték, régiek felújítása, tehát ez egy összetett beruházás volt, sikeresen lezártuk, azt mondhatom pénzügyileg is, hiszen több mint 1,3 milliárd forintot még a saját erő csökkentéshez önerő alapból is nyert a város. A megyeszékhely szennyvíz lefedettsége 96-97%-os. A kimaradt utcák a 2008-ban kezdődő projekt indulását követően épültek, így azok szennyvízfejlesztése nem kerülhetett a beruházásba. A csatornázási munkák ezekben az utcákban a jövő évtől kezdődhetnek el, tette hozzá a polgármester. Leterelték az M3-as autópályáról ma a személy- és tehergépkocsikat. A rendőrség átvizsgálta a csomagtartókat, az utas és rakteret, sőt, ha szükség volt rá, a gépkocsi vezető ruházatát is, ugyanis átfogó közúti ellenőrzést rendelt el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság. A Stráda Kálmánházi pihenőhelyén mintegy 50 rendőr, polgárőr, a katasztrófavédelem munkatársai és a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakemberei vettek részt az akcióban. A rendőrség Matrix rendszerén több gyorshajtó akadt fenn a nap folyamán, voltak, akik nem fizettek útdíjat, valamint több kamionos nem tartotta be a pihenőidőt. Az ország minden területére kiterjedő fokozott közúti akcióban az embercsempészeket is keresték. Az ellenőrzésnek a célja ugye a migrációs helyzetnek a jelenlegi kezelése, annak érdekében ugye a járműveket át is vizsgáljuk, illetve maga az, hogy közlekedésbiztonság szempontjából az autópályán olyan járművek közlekedjenek, amelyek mindenkor megfelelnek a hatályos előírásoknak. Traktor ütközött villanyoszlopnak ma reggel Vásárosnaményban. A jármű jobbra letért az úttestről, kiborított egy beton villanyoszlopot, majd félig a gyalog és kerékpárúton állt meg, a traktorra az oszlop egy darabja is ráesett. A balesetet egy a kormányműből kiesett csavar okozta. A balesetben személyi sérülés nem történt, a műszaki mentéshez a vásárosnaményi tűzoltók vonultak. A helyszínelés és műszaki mentés ideje alatt a forgalom rendőri irányítás mellett váltakozva egy forgalmi sávon haladt. A vásárosnaményi rendőrkapitányság szakértő bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit. Mintegy 6500 intézményt és 15000 szolgáltatást összegez az az adatbázis, amely kifejezetten a fogyatékos emberek számára segítséget nyújtó szervezeteket listázza. Az interneten bárki számára ingyen elérhető oldal hiánypótló, hiszen a felmérések szerint az érintettek vagy családtagjaik sokszor nem tudják, hogy például milyen támogatás illeti meg őket, vagy a számukra szükséges ápolást, szolgáltatást hol érhetik el a legközelebb.
A legutóbbi népszámlálási adatok szerint közel 500 ezer a fogyatékossággal élők száma Magyarországon, a családtagok és gondozók miatt azonban a közvetett fogyatékossággal érintettek száma már megközelíti a 2 milliót. Közülük sokan nem tudják, hogy milyen ellátásra, szolgáltatásra jogosultak, milyen támogatás illeti meg őket vagy fogyatékkal élő hozzátartozójukat. Ezért is indította el a Kézenfogva Alapítvány és partnerei azt az online adatbázist, amely többek között az elérhető ellátásokat, gyermekvédelmi vagy szociális szolgáltatásokat, a sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó óvodákat, iskolákat összegzi. Azt a célt szolgálja, hogy megtalálhatóvá váljanak ezek a szolgáltatások, elérhetővé váljanak ezek a szolgáltatások a fogyatékos emberek számára és a családjaik számára. Sokan azért nem tudnak igénybe venni bizonyos szolgáltatást, mert ez az információ nem áll rendelkezésre. Mi most egy olyan adatbázist, egy olyan felületet fejlesztettünk a partnereinkkel közösen, amely az igénybevevőknek, az igényeinek megfelelő, általuk egy jól kereshető, felhasználóbarát felületen tartalmaz közel 6500 intézménynek közel 15000 szolgáltatását. Az érintett szülők üdvözlik és hiánypótlónak tartják a hálózatot. A fogyatékos szülő nagyon sok esetben tanácstalan, nem tudja, hogy hova forduljon, hol keresen szakembert, hol talál iskolát, hol talál különböző fejlesztéseket. Nagyon fontos, hogy ez a hálózat kialakuljon és felépüljön, hogy csak egy kattintásra például beírja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíregyháza, és már ki fogja adni azt a keresett programot, akár rehabilitációs fejlesztés, akár szociális ellátás, vagy bármit. És nagyon fontos a szülők szemszögéből, mert csak így szóról, tehát szájról szájra terjedt eddig közöttünk a dolog, mert nagyon sok orvos vagy bárki nincs ezzel tisztában, de most itt lesz egy pont, lesz egy nagyon jó hálózat, amire rákattint, és akkor mindent megtalál, amire szüksége van egy ilyen szülőnek. A rendszer nem új, a Kézenfogva Alapítvány eddigi adatbázisát bővítette ki, és most már bárki számára ingyenesen elérhető a www.info.kézenfogva.hu címen. Szakmai tapasztalatot szerezhetnek az oltalom szeretett szolgálat munkatársai a bajorországi Herzog Zégmühlében. Az együttműködésről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 11 pontos vereséget szenvedett Kaposváron a Marsónyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság második fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 87-76-ra verték Sitko Ernő együttesét. 4 forduló után 100%-os teljesítménnyel vezeti a férfi kézilabda NB1B keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi KC. Varga Zsolt együttese egyedüli hibátlan csapat a mezőnyben. Szakmai tapasztalatot szerezhetnek az oltalom szeretett szolgálat munkatársai a bajorországi Herzog Zégmühlében. A falu nem szokványos, hiszen olyan emberek otthona, akik az életük folyamán valamilyen formában háttérbe szorultak. Ennek oka sokféle lehet, így a faluban többek között lelkibetegek, fogyatékossággal élők, függőségben szenvedők és hajléktalanok találhatnak új lehetőségeket maguknak. Az oltalom szeretett szolgálat 15 éve tartja a kapcsolatot a nem mindennapi bajorországi faluval, az elmúlt évek szoros szakmai együttműködése, tapasztalat cseréje pedig tovább folytatódik, jelentette be a szervezet intézményvezetője. A nagy testvér, ők, akik 120 éve foglalkoznak hajléktalan ellátással, és nagyszerű tapasztalati lehetőséget nyújtanak a számunkra. Ebben az évben indul a bővülés azzal, hogy az oltalom szeretett szolgálat munkatársai hosszabb időre, fél évre, egy évre is kimehetnek dolgozni Herzog Zégmühlébe, egy vagy két ember, ez jövőre lesz aktuális, ez egy munkatapasztalat szerzés, azt gondolom, hogy ez a mi oldalunkról nézve egy nagyszerű lehetőség. A falu otthon azoknak az embereknek, akik az életük folyamán valamilyen formában háttérbe szorultak. Herzog Zégmühle Bajorországban a legnagyobb intézmény, falu a hajléktalanok számára. 120 éves múltra tekint vissza, magas a szakmai színvonala, hiszen többek között orvosok, pszichológusok, szociális szakemberek és pedagógusok is segítik az érintetteket. Lakhatási lehetőség is van számukra, ezért is gondolom azt, hogy úgy, mint az oltalom szeretett szolgálat, mi is az elesetteket segítjük, és a mi munkánk alapja is a keresztényi hit.
Az oltalom szeretetszolgálat többek között nappali melegedőt, éjjeli menedékhelyet is biztosít a rászorulóknak. Munkatársai 7 ellátási területen dolgoznak, és több mint 300 hajléktalannal tartják a kapcsolatot. Ezekkel az adatokkal Észak-Kelet Magyarország hajléktalan ellátásában a legnagyobb szervezet. Célja, hogy a bajor szociális ellátás módszereit meghonosítsák ebben a régióban. Október 1-től átalakult a CSOK. Mint ismert, a családok otthonteremtési kedvezménye eltérő mértékben a gyerekek számától, illetve a megvásárolni kívánt lakás méretétől függően nyújt támogatást új és használt lakás vásárlásához. A rendelet módosítás után a hasznos alapterületbe beszámítanak a fűtetlen helyiségek. Kamra, mosókonyha, gardrób is, ezzel növelhető a lakás négyzetmétere. Változik az is, mi tekinthető komfortos vagy összkomfortos lakásnak, utóbbinál feltétel lesz a központi fűtés. Októbertől, amennyiben valaki a saját erőn és a CSOK-on felül még másik banktól akar kölcsönt felvenni lakásvásárlásra, akkor a hitelt a CSOK előtt kell folyósítani. A banki szakemberek szerint viszont a gyakorlatban egyszerűbb ugyanannál a banknál igényelni a hitelt és a támogatást is. Tizenegy pontos vereséget szenvedett Kaposváron a Marsónyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság második fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 87-76-ra verték Sitko Ernő együttesét. A nyíregyháziak szombaton 16 órai kezdettel a Pécset fogadják a Bemiskola csarnokában. A vendégcsapat egy győztes meccs, a Kaposvár pedig egy súlyos vereség után vágott neki a találkozónak, amelynek első negyedét 24-21-re nyerte a hazai együttes. A második 10 percben is kiegyenlített volt a játék, a Nyíregyháza vezetést is átvette, de a nagy szünetre 5 pontos előnnyel vonulhatott le a házigazda. A harmadik negyedben a Kaposvár ellépett ellenfelétől, és bár a záró 10 perc 4 ponttal a vendégek élet, 11 pontos somogyi sikerrel zárult a találkozó. Szomorú és mérges vagyok, mert úgy gondolom, hogy győzelmi esélyünk volt, és csak önmagunkat okolhatjuk azért, hogy nem nyertük meg ezt a találkozót. Egy ilyen mérkőzést meg kell tudni nyerni. Nem lehet fegyelmezetlenül játszani, nem lehet félhittel, bátorság nélkül kosárlabdázni. Ide bátor és merész emberekre van szükség. Felháborítónak tartom, hogy nem gondoljuk végig, hogy milyen játékokkal tudunk előnyt csinálni önmagunknak, milyen szituációkat kell kialakítani ahhoz, hogy mi legyünk az erősebbek, és mi legyünk a kedvezőbb helyzetben. Úgy gondolom, hogy ezen mindenképpen változtatnunk kell. Az pedig, hogy lepattanó harcban egyértelműen kikapunk, az megengedhetetlen. A forduló további eredményei: Körmend Albafehérvár 77-76, Kecskemét Szeged 81-75, Pécs atomerőműese 74-85, Szolnok Sopron 88-73, Jászberény Szombathely 99-91 és Zalaegerszeg Mavsz 87-92. A Marsó-Nyíregyháza a harmadik fordulóban a Pécs csapatát fogadja. A Pécs az legutolsó bajnokságban is 8 között volt, de ennek ellenére akkor is hazai pályán nem engedhetünk meg más eredményt, nekünk nyernünk kell. Talán egy kis fejmosás fog most következni, és bízom benne, hogy a fiúk felébrednek, és átgondolják ezt az egészet, és nem ugyanolyan játékot fognak majd látni a BEM József Általános Iskola sportcsarnokába kilátogató közönség. A Marsó-Nyíregyháza Pécs találkozó szombaton 16 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsé Televízió nézői pedig vasárnap 21 órától láthatják a mérkőzést. 4 forduló után 100%-os teljesítménnyel vezeti a férfi kézilabda NB1B keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi KC. Varga Zsolt együttese egyedüli hibátlan csapat a mezőnyben, szombaton a Szeged második csapatát fogadja az NKC. Nagyszerűen kezdték a szezont a másodosztályban a nyíregyházi férfi kézilabdázók. A legutóbbi bajnokságban ezüstérmes NKC 2 góllal legyőzte a bajnok esélyes Ferencvárost, majd ugyancsak 2 góllal nyert Balassagyarmaton. A harmadik fordulóban a Kecskemétnél 4 találattal bizonyult jobbnak a Varga Zsolt által irányított együttes, amely legutóbb a Mizse KC otthonából távozott 28-27-es sikerrel. Szerettük volna, hogy így kezdődjön a bajnokság. Én azt gondolom, hogy a tavalyi évből tanulva hamarabb kezdtük el a munkát is, illetve az élet úgy hozta, hogy pont azokkal, szinte ugyanazokkal a csapatokkal kellett megmérkőznünk.
gondolok itt a Ferencváros elleni rangadóra, ami tavaly ugyanígy csak akkor a Népligetben, ott kikaptunk egy gólt, most hál' Istennek itt azért ezt a meccset meg tudtuk nyerni, illetve a Kecskemét következett, ahol tavaly itthon egy gólt kikaptunk, ezt a meccset most sikerült megnyerni, úgyhogy mindenképpen én azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz, egy nagyon kiegyensúlyozott bajnokságban ez mindenképpen 4 értékes győzelemmel megyünk neki a következő mérkőzésnek. 4 fordulót követően egyedül a nyíregyházi KC 100%-os az NB1B keleti csoportjában. A listavezető szombaton 19 órai kezdettel a Szeged második csapatát fogadja be Miskola csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Közzétette a miniszterelnökség a következő agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás kiírását. A forrásokra november 7-e és december 7-e között kizárólag elektronikusan pályázhatnak azok a mezőgazdasági vállalkozók, akik a környezettudatos gazdálkodást helyezik előtérbe. A 158 milliárd forintos keretösszeg várhatóan 11 ezer pályázót támogat majd. 8. Az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott szennyvíz elvezetési és tisztítási program fejeződött be a Nyírségvíz ZRT szolgáltatási területén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A több mint 35 milliárd forint összértékű fejlesztéssel több mint 66 ezer lakos életminősége javult az érintett településeken. Mintegy 6500 intézményt és 15 ezer szolgáltatást összegez az az adatbázis, amely kifejezetten a fogyatékos emberek számára segítséget nyújtó szervezeteket listázza. Az interneten bárki számára ingyen elérhető oldal hiánypótló, hiszen a felmérések szerint az érintettek vagy családtagjaik sokszor nem tudják, hogy például milyen támogatás illeti meg őket, vagy a számukra szükséges ápolást, szolgáltatást hol érhetik el a legközelebb. A Kölcsei Televízió híradóját látták csütörtökön. A legfrissebbekkel péntek este jelentkezünk. Híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Egy gyengülőben lévő hullámzó frontzóna alakítja időjárásunkat. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég. Eső, zápor egyaránt valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, eső, zápor várható. Délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet. Gyengülő, kettős fronthatás érezhető térségünkben. A következő napokban erősen felhős vagy borult lesz az ég, több alkalommal számíthatunk csapadékra, vasárnap délutántól hétfő estig jelentős mennyiségű eső várható. Hétfőn a hegyek magasabb régióiban havas eső is előfordulhat. Egyre hidegebb, késő őszies lesz az idő a hét legvégén, és a jövő hét elején napközben is csak 6 fok körül marad a hőmérséklet.